Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézők, a következő percekben a Mintagazdát, a Kölcsei Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látják. Mindenek előtt nézzünk bele a mai adás tartalmába. 800 fővel bővíti a foglalkoztatott létszámát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Mastergood cégcsoport. Az elmúlt évek sikeres beruházásai, valamint a kedvező piaci környezet lehetővé tette a cégcsoport további növekedését. A kisvárdai vágóüzem május 1-től további 25%-kal növeli kapacitását. A fejlesztés részeként újabb telepeket építenek, illetve gépeket, eszközöket szereznek be. Országos felmérés készül a magyar mezőgazdaság vízigényéről, amely a felszíni vízkészletből biztosítható. A kormány a gazdálkodók igényeinek ismeretében fogja a jövőben megtervezni az öntözési rendszer fejlesztését. A szakemberek szerint 20-30%-kal is nőhet a terméshozam azokon az ültetvényeken, ahol biztosított az öntözés. Logisztikai és szállítmányozási vállalat létrehozását tervezi az Áhonyi övezetben az Orosz Magnit üzletlánc. A több mint 2000 új munkahelyet teremtő központból a Magnit a Magyarországon, illetve más Európai Uniós országokban vásárolt élelmiszeripari termékeit juttatná el majd oroszországi üzlethálózatába. Ha létrejön az üzlet, a munkahelyteremtésen túl újabb piacot is jelentene a megye élelmiszertermelői számára a Magnit beruházása. 800 fővel bővíti a következő években foglalkoztatotti létszámát a Mastergood Kft., amely elsősorban szárnyas feldolgozással foglalkozik. A fejlesztés révén újabb baromfi telepeket, illetve gépeket, eszközöket szereznek be. A Mastergood cégcsoport Magyarország egyetlen 100%-ban integrált csirkeprofilú vállalkozása, ami azt jelenti, hogy a keltetéstől a vágáson át a feldolgozásig, beleértve a takarmány előállítását is, a cégen belül végzik. Idén a levágott és feldolgozott csirke mennyisége megközelíti a 100 ezer tonnát, vagyis Magyarországon minden harmadik csirkét a kisvárdai vágóüzemben dolgoznak fel. A termékeket 95%-ban exportálják. Bárány László, a társaság ügyvezető igazgatója és tulajdonosa bejelentette, a vállalat idén 5 milliárd forintot fordít beruházásokra, amelynek keretében megújul a kisvárdai vágóüzem gépi technológiai sora, és többek között új csirkehízlaló és tenyész szülőpár telepeket építenek fel. Egy olyan integrált vállalkozás, mint a Mastergood cégcsoport, az egy kicsit a működési szerkezetében hasonlít a piramishoz. A piramis alapja az a tenyésztés, a szaporítás. Itt is növelni kell a kapacitást, de a legfontosabb növekedés és a fejlesztés az a vágócsirke előállításban, magyarul új broiler farmok építésében jelentkezik meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, elsősorban a Vásárosnamény, Kisvárda, Baktalórántháza térségben plusz-minusz 5-10 kilométerbe eső községek legalább 20-25 település esik ide. Keressük azokat a 3, maximum 4 hektáros területeket, ahova nagyon korszerű, vadonatúj, 200 000-es kapacitású baromfi telepeket építünk, külön hangsúlyozva, hogy minden baromfi telephez háromszobás összkomfortos szolgálati lakást is megépítünk, ahova a fiatal, dolgozni vágyó családokat várjuk. Szinte azt lehet mondani, hogy ingyen rezsivel. Magyarul ennek a 40 darab korszerű telepnek a megépítése és a termelése teszi lehetővé majd, hogy a mögöttünk lévő kisvárdai feldolgozó üzemben be tudjuk indítani a második műszakot, és a második műszak kapacitásával feltöltve képesek leszünk ezeknek az új piacoknak a kiszolgálására. Mindezt milyen forrásokból tudják megvalósítani, valamilyen támogatást igénybe tud-e venni a cégcsoport? A cégcsoport eddig is, és a jövőben is reményeink szerint sikeresen fog pályázni. Külön pályázati források állnak rendelkezésre az úgynevezett agrárberuházásokra, mint a
a csirketelepek vagy a szülőpártelepek fejlesztésére, és külön támogatások állnak rendelkezésre a létszámbővítése, vagy esetleg létszám megtartása, de itt egyértelműen létszámnövelésről beszélünk. A cégcsoport mához 4 évre több mint 800 fővel fogja növelni a foglalkoztatotti létszámot. Valószínű, hogy ezen a területen is igénybe tudunk venni fejlesztési támogatásokat. Ha így lesz, élni fogunk vele. Bárány László a tájékoztatón kifejtette, az elmúlt 3 évben a vállalatcsoport több mint 18 milliárd forintot ruházott be. Az idei 5 milliárd forintot meghaladó fejlesztések keretében május közepén egy új gyártósor kezdi meg működését, amely 25%-kal növeli a kisvárdai vágóüzem teljesítményét. A létszámbővítés már januárban elkezdődött. Az új munkavállalókat a beruházások elkészüléséhez igazítva veszik fel a következő időszakban. Amellett, hogy a cég több száz új munkahelyet teremt, az adófizetésen keresztül a hazai gazdaságot is jelentős mértékben erősíti. Számos olyan támogatási forma van, amelyet az elmúlt 4 esztendőben akár a mezőgazdasági agráriumhoz kapcsolódó támogatás, akár a foglalkoztatás bővítés mentén a magyar kormány meghirdetett, és úgy tűnik, hogy jól írtuk ki ezeket a pályázatokat, hiszen nem csak az volt, hogy elfogytak ezek a pénzek, hanem nagyon jó helyre kerültek ezek a források, hiszen azóta új munkahelyeket, fejlesztéseket, beruházásokat generáltak, mint ahogy ez itt is ennek a cégnek a kapcsán is mutatkozik. Ugye a munkahelyteremtő pályázatok azért is fontosak ezekben a térségekben, mert a legnagyobb probléma, én nem hátrányos helyzetűnek, inkább felzárkózásra váró térségnek mondanám ezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei részt, hiszen számos olyan adottsággal rendelkezünk mi is, az emberek képessége a mezőgazdaság irányába még megvan, és azt gondolom, hogy ezt a következő időszakban, aki be esetleg nincs meg is, újra lehet éleszteni. Tehát nekünk az egyik fontos kitörési pontunk az agráriumban, az agráriumhoz kapcsolódó fejlesztésekben, illetve az ehhez kapcsolódó feldolgozóipari fejlesztésekben, támogatásokban keresendő, úgy gondolom, hogyha sikeresek akarunk lenni, akkor ezt a területet kell bővítenünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a cégcsoport tulajdonosaival, hiszen olyan mértékű beruházásokat hajtanak folyamatosan végre, ami egy ilyen folyamatos közös gondolkodást igényel. Azt gondolom, hogy jól vannak a pályázatok kiírva, azt egyértelműen az bizonyítja, hogy a cégcsoport folyamatosan sikeresen pályáz, és nem azért pályáz, mert éppen az van kiírva, hanem ők maguk is azt mondják, hogy ez egy húsbavágó, most szó szerint húsbavágó feladat és teendő, amit a következő időszakban ők a fejlesztések kapcsán szeretnének elérni, hiszen látjuk, ugye gyakorlatilag duplázzák a 2-3 évente a termelékenységüket, a foglalkoztatotti létszámot, tehát ezeken a területeken az ilyen és ehhez hasonló családi vállalkozásokra óriási szükség van. A tájékoztatón a tulajdonosok azt is elmondták, hogy a folyamatos fejlesztések révén a következő 4 év alatt 800 fővel bővítik a foglalkoztatottak számát, és 2018-ra a cégcsoport szeretné megduplázni éves árbevételét. Logisztikai és szállítmányozási vállalat létrehozását tervezi a Záhonyi övezetben az orosz Magnit cégcsoport. Amennyiben létrejön a beruházás, ez nem csak újabb munkahelyeket jelent a térségben, hanem az itt élők számára, a mezőgazdaságból élők számára újabb piacot is jelent. Oroszország legnagyobb kiskereskedelmi üzletlánca 1000 kamionból álló járműflottát és az azt kiszolgáló infrastruktúrát kíván létrehozni a Záhonyi övezetben. Erről tárgyalt a megyeházán a Magnit hálózat képviselője és a megyei közgyűlés elnöke. Az orosz cég most keresi az alkalmas területet a beruházáshoz. Záhonyra a határ közeli fekvése és a széles nyomtávú vasúti szállítás lehetősége miatt esett a választás. Záhony nagyon jó helyen fekszik közlekedési szempontból, hiszen a Dél- és Nyugat-Európából érkező áruk könnyen eljuttathatók Oroszországba. Ezért választottuk ezt a térséget. Az orosz cég egy 1000 kamionból álló flottát szeretne üzemeltetni magyar munkaerővel, amely elsősorban élelmiszerszállítással foglalkozna, valamint egy logisztikai és raktárbázist is létrehoznának az áruk tárolására, elosztására, csomagolására. A Magnit képviselője kiemelte, logisztikai stratégiai partnernek tekintik Magyarországot, és hosszú távú együttműködést terveznek. A Magnit beruházása óriási lehetőség a magyarországi termelők és élelmiszeripari vállalkozások számára is. Első helyen munkahelyeket jelent, egy saját tulajdonú szállítmányozási céget tervez alapítani a Magnit
záros határidő belül az Ahányi térségben. Ezt pontosabban még nem körülhatárolták, hiszen most tájékozódnak a terület megvásárlása, bérlése felül, tehát megnézik a konkrét befektetési lehetőségeket. Azt követően nyilván üzleti lehetőséget is jelent a megye termelői számára, hiszen egy ilyen komoly logisztikai szállítmányozási bázis megtelepedik a megyében, amely középtávú terveik szerint 1000 kamiont jelent, 2500 munkahelyet, gépkocsi vezető, illetve hát logisztikai munkatársi munkahelyet jelent a megyébe, akkor nyilván a megye termelőinek is olyan fajta piaci lehetőséget nyit meg, amiről korábban talán csak álmodhattak, vagy nosztalgiával gondolhattak vissza, hogy milyen piaci lehetőséget jelentett a hajdani Szovjetunió piaca, most pedig az Oroszország piaci lehetőségeit jelentenek a megye termelőinek. A megyei önkormányzat hogyan tudja segíteni ezt a folyamatot, milyen eszközei vannak erre? Emlékezetes, hogy az Európai Uniós források keretében 46 milliárd forint áll a megyei önkormányzat rendelkezésére a következő 7 évben gazdaságfejlesztési célokra. Közvetett gazdaságfejlesztési célokra, tehát itt a termelők integrációja, képzése, termékfejlesztés, márkafejlesztés, képzési programok indítása jelenteti számunkra az elsődleges feladatot, illetve az a koordinatív tevékenység, amelyet a törvényalkotó több esetben is hangsúlyozott a megyei önkormányzatokról szóló törvények megalkotásakor, tehát ami jelenteti az önkormányzatok, a vállalkozások, a gazdák integrációjának az elősegítését. Az orosz vállalat eddig is jelentős beszerzéseket bonyolított Magyarországon. Az elmúlt években összesen 12 millió euró értékben vásárolt alapvetően húskészítményeket, konzerveket, friss zöldséget és gyümölcsöt, valamint tokai bort és pezsgőt. Örömmel kell kijelentenem, hogy ebben az időszakban, a kormány időszakban 2011-2012-től elindult a keleti nyitás program, Szijjártó Ántot kerül az élen, és olyan szépen alakultak a gazdasági kapcsolatok, főleg mezőgazdaság területén, hogy 2012-ben 70%-kal, 2013-ban 40%-kal nőtt a mezőgazdasági export termékek mennyisége Oroszország területére. Mik azok az árucikkek, amik elsősorban eladhatóak az orosz piacon? Hitvallásomnak tekintem, amit Fazekas miniszter úr szokott mondani, a magasan feldolgozott terméket, sajnos ebből van a kevesebb, alapvetően friss zöldség, gyümölcsök mennek ki, konzervtermékek mennek ki, ezek adják a döntő részét, de hál' Istennek egyre több a minőségi magyar termék is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyébként hogyan részesedhet ebből a piacból, hiszen itt elsősorban zöldség, gyümölcs termelő megyéről van szó? Én azt gondolom, hogy hagyományosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyon sokat szállított Szovjetunióba. Én azt gondolom, hogy ezt a kapcsolatot nem szabad feladni. Ezen dolgozunk a minisztérium együtt, hogy minél több Oroszországban megtalálható bolthálózat legyen itt, lásd a Magnit hálózatot, és én azt gondolom, hogy egy ilyen hálózattal, ha még csak egyenlőre közlekedési vállalatról is van szó, viszont vásárolni fognak. Én azt gondolom, hogy ez megnőhet akár 100 000 tonnára is, és ezek nem üres számok, hanem ezek nap mint nap látható tények. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a Magnit szeretne minél több magyar céggel és beszállítóval partnerségi szerződést kötni, így az üzlethálózat hosszú távon is jelentős megrendelő lehet a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számára. Országos felmérés készül a hazai mezőgazdaság vízigényéről. A kormány ugyanis az elkövetkező években szeretné azt elérni, hogy többszörösére növeljék az öntözhető területek nagyságát. Az utóbbi években felértékelődött a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés szerepe Magyarországon. A magasabb hozamok elérése érdekében alkalmassá kell tenni minél több területet az öntözésre. Ezzel kapcsolatban országos felmérés készül, amely a gazdálkodók igényeire épül. Most azt mérik fel, hogy mely területek ellátása történhet meg a felszíni vizekből. Erre alapozva fogja kidolgozni a kormány a jövőben az öntözési rendszer fejlesztését. Az öntözés egyébként egy nagyon költséges művelet, hektáronként akár 100 000 forint is lehet a nagyságrend. Itt az is fontos, hogy az a víz hogy áll rendelkezésre a gazdálkodóknak, és erre is kaptunk a kormányzattól egy nagyon komoly segítséget, támogatást, hogy az állami tulajdonban és állami kezelésben lévő műveken
érkező víz egészen a gazdálkodó földjéig, vagy a gazdálkodó csatornájáig ingyenesen fog megérkezni. Tehát magára vállalja az állam azokat a költségeket, ami a vízkormányzással kapcsolatosan felmerül. Az öntözőrendszerek kiépítéséhez többféle támogatást is igénybe vehetnek majd, mind a gazdálkodók, mind pedig az állam. A nagy beruházásokra az Unió környezet és energiahatékonysági programjai biztosíthatnak forrásokat. A nyíregyházi rendezvényen az öntözési rendszer fejlesztését érintő szabályokról, valamint a vízhasználati kérdésekről is tájékozódhattak az érdeklődők. Az Agrárkamarának ebbe a falugazdászhálózaton keresztül az a feladata, hogy a megyében mindenhol a falugazdászok jelen vannak, az igényeket felmérjék, eljuttassuk a központ irányába, és akkor ebből fogja egy olyan összesítést, hogy a mi megyénkben is hol van az az igény, és hol van az a lehetőség, ahol a legegyszerűbb módszerrel a felszíni vizet tudjuk hasznosítani. A rendezvényen az is elhangzott, hogy az igények ismeretében legalább 500 projekt indulásával számolnak az elkövetkező 7 évben, amely azt is jelenti, hogy a jelenleg öntözött 100 ezer hektáros területet a következő uniós ciklus végére 1 millió hektárra szeretnék növelni. Az idén is folytatódik a szociális földprogram. Ebben az évben a hátrányos helyzetű térségek 250 millió forintra pályázhatnak. A szociális földprogram tavaly 150 településen közel 300 ezer embert ért el közvetetten, több mint 500 hektár addig megműveletlen földön zajlottak a munkák. Az idei kiírás célja, hogy közel kétszer ekkora területen további 50 ezer embert érintsen a program, tájékoztatott az államtitkár. Ebben az évben összesen 250 millió forintra lehet pályázni április 3-áig. A támogatási igényeket egy hónap alatt bírálják el. Nagyon érdekes újításokat is vezettünk be 2 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus, kimondottan földműveléssel, illetve termeléssel foglalkozó szegmens mellett 2 úgynevezett komponens nyitottunk. Egy 50 milliós komponens kimondottan a piacra jutást, a feldolgozást, illetve az ehhez szükséges beruházásokat segíti, és van egy 80 milliós keretösszeg a 250 millió forinton belül, aminek kimondottan az a célja, a kisállattartással, illetve a feldolgozóiparral ezeknek a hátterével tudjon foglalkozni. Spanyolán a Start közmunkaprogram ráépült a szociális földprogramra. Olyan növényeket termesztenek egyebek mellett hagymát, burgonyát és káposztát, amelyeket a menzán fel tudnak használni. A munkamorál szempontjából is nagyon jót tett a település lakóinak, illetve akik megkapják a vetőmagcsomagot és a előnevelt kacsákat majd később, azok nagy részt itt dolgoznak nálunk közmunkába, és az, amit otthon tapasztalnak, az gyakorlatilag az itt is érvényesül, vagy itt is hasznosul, vagy amit éppen itt a csirke farmunkon tapasztalnak, vagy a keltetéssel kapcsolatban, vagy a napos csirkékkel, azt pedig otthon tudják alkalmazni. Tilki Attila országgyűlési képviselő arról tájékoztatott, sok szatmári és beregi település igényelt már a szociális földprogram keretében támogatást, hiszen a Start közmunkaprogram mezőgazdasági részével együtt komoly lehetőséget teremtenek a helyieknek. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok olyan falu van a térségben, ahol szinte nincs munkanélkül, ahol szinte mindenki dolgozik valahol. És én örömmel látom azt, hogy az emberek örülnek a helyi fejlesztéseknek. A szociális földprogram támogatásai vissza nem térítendőek, az elnyert összeget utófinanszírozással folyósítják a nyerteseknek. Agrárfórumot tartottak az elmúlt héten Balkányban, ahol többek között a 2014-20-as időszak közös agrárpolitikájáról esett szó, illetve bejelentették azt is a fórumon, hogy a kormány döntött arról, hogy az öntözővizet kedvezményesen biztosítja a gazdálkodók részére. Az Agrárfórumon a megyegazdálkodóit tájékoztatták a 2014-2020 közötti uniós agrárpolitikáról, valamint azokról a támogatásokról, amelyeket pályázat útján nyerhetnek el. Budai Gyula államtitkár szerint a kertészet, a zöldséggyümölcságazat, valamint a baromfi és a sertés ágazat lesz előnyben a hazai mezőgazdasági ágazatok közül, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe is több forrás érkezhet. A 2014 és 20 közötti időszakban közel 20%-kal több forrás fog érkezni az agráriumban, mint az előző költségvetési ciklusban. Ez közel 1,9 milliárd euróval nagyobb támogatási összeg. Összesen 12,3 milliárd euró lesz a 6 éves időszak költségvetése. Ebből 8,7 milliárd euró
a közvetlen támogatások kifizetésére, a maradék 3,5 milliárd euró pedig vidékfejlesztési forrásokra használható föl. Egy biztos, hogy Magyarország az elkövetkező időszakban ugyanazt a támogatási rendszert fogja alkalmazni, mint az előző időszakban. Itt a földalapú támogatásokról beszélek, az úgynevezett SZAPSZ támogatások megmaradnak. Nagyon bizakodóan tekintek az elkövetkező időszak elé, ugyanis az Európai Unió lehetőséget biztosított arra, hogy a tagállamok a források 15%-át a társadalmilag érzékeny, nagyobb munkaintenzitású ágazatokra fordítsa. Itt három ágazat jöhet szóba, a kertészet, a baromfi és a sertés ágazat. Mi a kertészeti ágazatot kívánjuk támogatni, ami azt jelenti, hogy igen jelentős források fognak érkezni a megyébe. Hát ne felejtsük el, hogy a megyébe kb. 70 ezer hektár nagyságú az ültetvény terület, aminek a jelentős része alma ültetvény. Ezeket korszerűsíteni, újra telepíteni kell, az öntözésben nagyon jelentős elmaradásunk van, jelentős elmaradás van a különböző feldolgozók, tárolók tekintetében, tehát nagyon jelentős forrás lesz biztosítva támogatásként erre az ágazatra. Egyrészt közel 100 000 új munkahely jöhet létre 2014 és 20 között, másrészt pedig a keleti piacokra, és itt az orosz piac és a régi tagállamok, a régi orosz tagállamok, vagy szovjet tagállamokat értem, közel 1 millió tonna nagyságú árulapot tudnak felvenni, ehhez pedig én azt gondolom, hogy egy teljesen új elképzelés alapján egy sokkal intenzívebb gazdálkodást kell folytatni a megyében. A vidékfejlesztésre több mint 3,5 milliárd eurót fordíthat 2020-ig Magyarország. A fórumon Jakab István, a MAGOSZ elnöke az új földtörvényről beszélt. Mint mondta, a kormány eltökélt célja, hogy a nemzetközi támadások ellenére is érvényt szerezzen az új szabályoknak. A fórumon azt is bejelentette, hogy a belügyminisztérium pénteken közölte, hogy a kormány döntése értelmében a mezőgazdasági vízfelhasználók részére ingyenesen biztosítják az öntözésre használt vizet. Magyarország teljes vízkormányzással kialakul az elkövetkező időszakban, ez a következő 7 éves uniós támogatási rendszer keretében meg kell, hogy valósuljon. Jelenleg már a döntés megszületett arról, hogy a vízért a magyar gazdának, aki öntözni akar, még a kivételért sem kell fizetni. Tehát ez a víz rendelkezésre áll, az a lényeg, hogy minél megalapozottan, minél versenyképesebben, minél nagyobb tömegű árut tudjanak előállítani. A megyei agrárkamara elnöke szerint az öntözéses gazdálkodás jelentős hozamnövekedést eredményezne a megye ültetvényein. Az országban most mérik fel a gazdálkodók igényeit ezzel kapcsolatban. Fel se tudjuk mérni azt a lehetőséget, és egy kicsit bosszant is, hogy nem élnek a gazdálkodók ezzel a lehetőséggel. Most van a falugazdász hálózatunk keresztül a belügyminisztérium és a vidékfejlesztési minisztérium most méri fel azt a lehetőségeket, azokat az igényeket, hogy ahol van ez a rendszer, miért nem működik, és hol lenne rá igény, hova kellene kiépíteni, és a gazdálkodók nem mozdulnak erre rá kellőképpen. Most is azt szeretném majd itt a beszámolóban kiemelni, hogy igenis nem jár kötelezettséggel, de azt le kell írni, ki kell nyilatkozni, hogy igen, ha lenne lehetőség, akkor más kultúrnövényeket is termelnénk, csak az a feltétele, hogy ugye az aszály miatt nyáron itt olyan hőmérsékletek vannak, hogy úgy se tudnánk megvalósítani, de ha lenne öntözési lehetőségünk, akkor élnénk ezzel a lehetőséggel, és olyan kultúrnövényt is termesztenénk, amit most lehetetlen. Elnök úr, arról van valamilyen kimutatás vagy felmérés, hogy most jelenleg a megyének a földterületek milyen aránya rendelkezik öntözéses megoldással, és hogy mi lenne a cél, hogy mekkora területet kellene öntözni? Hát legalább 50%-ot kellene öntözni. Ma ez a százalék talán 15% körül van. Itt Tiszavasvár, Ibrány és a Berekben van valamennyi lehetőség. Itt sincs 100%-osan kihasználva. Most ha ingyen el lesznek juttatva oda a föld széléig, akkor talán ez növekedni fog ott, ahol kiépített rendszer van, de ezt kellene tovább bővíteni a megyébe, és élni ezzel a lehetőséggel. Milyen eredményeket lehetne egyébként elérni, hogyha minél nagyobb földterületek kerülnének bele az öntözéses rendszerbe? Itt hozamnövekedésre vagy minőségjavulásra kell gondolni elsősorban? Hát elsősorban ugye mind a kettőre. Minőségjavulás igaz, elképzelhetetlen, hogy akkor jutatnánk oda a csapadékot, amikor a növény kívánja. Ugye akkor minőségű árut tudnánk termelni, és szerintem 30-40%-kal.
nagyobb lenne a terméknek az aránya is, azért, mert most ki vagyunk téve, szinte nincs olyan év, amikor valamelyik a megyének valamelyik részét ne korlátozná így az a száj. Említette nekem egy beszélgetésben, hogy ez azért is fontos lenne, mert hogy nagyon sok pénz kerül kifizetésre pont azért, mert hogy csapadék hiány van, vagy valamilyen elemi kár éri a területeket, így viszont ezeket kompenzálni lehet. Igen. Több 10 milliárdot fizet ki az állam mindig ezzel kapcsolatos károkra. Ha csak ezeket fektetnénk be arra, hogy ezeket a vizeket eljuttatnánk oda, ahol itt a legfontosabb, legnagyobb szükség van rá, akkor azt hiszem, hogy javulna a mennyiség, minőség, és az államnak se kerülne többe, mert ugye ezek az aszálykárokat nem kellene kifizetni. A gazdafórumon az is elhangzott, hogy a következő uniós ciklusban ugyanazt a támogatási rendszert alkalmazza hazánk, mint a korábbi időszakban, tehát marad az egységes földalapú támogatás is. Kedves nézők, az elmúlt percekben a Mintagazdát, a Kölcsei Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látták. Ezzel az összeállítással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is minden jót, viszontlátásra!